Nem tudhatom másnak, hogy tájék mit jelent. Mire gondol a költő? Hát a pinára. Nem tudhatom, hogy másnak egy tájék mit jelent nekem szülőhazám. Itt a lángoktól ölelt kis ország. Messzeringó gyermekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatősből gyönge ága, s remélem testem is majd e földbe süpped el. Nem, ez rossz megközelítés az egész. Már hetedjéle ek lógatom a verslábon. Szállok az égen, rep, de sekk. Ja. Belépek a partiba, a pultnál már vár négy sör. Ha az erdőbe a szótól fosok, akkor az Radnóti báj négy sör. Miklósunk életéből 20 évet legalább melóval töltött, de csak azért volt szegény, mert sokat költött. Mark Smith. Ugyan már, Radnóti és a többiek előbb voltak. Minden vasárnap a barakokban szabad verselést toltak. Hát mit nem mondjak, gyerekek, elég fajncsávó volt. A Fanni gyarmati, a Bori Grotex, a Zsófi kemény... Ja, ez nem ide. Költőként a rendszer miatt meghalni. Joló. Egy csajnak tájleírással verset írni. Bájoló. Rettentő szlemmel állok a fényben, az értelme szóugrik át a sok gyökéren. Ugrok mindjárt én is, buddy surfölök egyet, és őszintén tegye fel a kezét, aki azért jött, mert lesz a kezdet. Egyedül vagy, haver! Radnótás kedvemben vagyok. Kicsit szomorkás a hangulatom már ma, mert nagy az orrom, pedig nem is tudtam róla. Vigyetek el, hogy mondjak jobb indokot? Költő vagyok. Nem. Én nem az vagyok. Én az vagyok, aki a lírai halállal egy puskacsőben a tarkódra sínt. Puff. Az ember annyira okos, hogy elnevezte saját magát. Az ember annyira hülye, hogy elnevezte saját magát.